Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autovizsgálat.hu, az autovizsgáló válaszol robota, amely arról szól, hogy ti kérdéseket küldtök be, én pedig igyekszem ezt a legjobb tudásom szerint megválaszolni. A következő kérdést László kérdezte. Életünk első autóját tervezzük venni a párommal, és azt szeretném kérdezni, hogy az autó átírására, illetve a kötelező papírozásra nagyjából mennyi összeget érdemes félretenni. Persze, ha lehet ezt általánosítva számolni hát nem lehet általánosítva számolni, mert nem mindegy, hogy egy d matiz veszel, vagy egy SS Mercit, nem mindegy, hogy milyen környezetvédelmi besorolású, nem mindegy, hogy mennyi idős, nem mindegy, hogy ez elektromos autó, benzin, dízel, stb. csilió uh, szempont van, amit figyelembe vesznek a, a különböző díjak uh, meghatározásánál, de azért azt így általánosságban el lehet mondani, hogy egy átlagos autó, mondjuk egy nem tudom, Opel Astra, Ford Focus, valami, annak durván ilyen 80-100 ezer forint körül van tokkal, vonóval, mindennel az átirással, de még egyszer mondom, ez nagyon sok mindentől függ, és a neten és a neten több ilyen oldalt meg tudtok nézni, ahol vannak erre vonatkozó kalkulátorok, ahol ez pontosan egyébként pár perc alatt kiszámítja a rendszer. Következő kérdezünk József és a Stastop rendszerről szeretne kérdezni. Először is hat köszönjem meg a munkát, amit a videóba raktok, nagyon edukatívak. Ezt elsőre ki tudtam mondani, és egyébként mi is köszönjük, hogy megnézitek. Pár hónapja én is autóvásárlás előtt álltam, és lekopogom, de a tanácsaitokra hallgatva egy szuper jó állapotú autót választottam. A kérdésem a leállítással kapcsolatos. Az autóm egy 2018-as 2 liter TDI Passat, amit 99%-ban hozzá hasonlóan Debrecen-Budapest távon használok. Az első dolgom induláskor a start-stop rendszer kikapcsolása, mert el nem tudom hinni, hogy az jót tesz a motornak, de cáfoljatok meg. A másik pedig a nagy tempójú autópályás közlekedés után mennyit érdemes pihentetni a járó motort alacsony sebességen, vagy érdemes figyelni az olajhőfokot inkább. Ezt válasszuk külön. Közelítsük meg először műszaki oldalról, aztán környezetvédelmi szempontból. Műszaki oldalról a motornak az égvilágon semmi szüksége nincs a start-stop rendszerre. Ez környezetvédelmi előírások miatt van az autóban, és csúnya dolog persze kibe kapcsolgatni, de az biztos, hogy nem született még motor, legyen ez benzines vagy dízel, aminek jót tenne az, hogy egy nap 40-szer még pluszba leállítjuk, meg elindítjuk. Gondoljatok csak bele a működésébe, hogy mi történik akkor, ha mondjuk egy piros lámpánál leáll a motorod, és oké, hogy van benne nyomástartó rendszer, de az akkor se olyan, mint amikor az, az olajszívottyú egy folyamatos nyomást termel. Mikor kap a motor legnagyobb terhelést elinduláskor. Tehát mondjuk elbambulsz a pirosnál, zöld lesz a lámpa, mögötted rádudálnak, te pedig egy kövér gázzal el szeretnél indulni, mi történik? Hatalmas nyomaték ébred a motorban, de az olajnyomás ezt csak követi. Még akkor is egyébként, ami most már egyre több ilyen startopos autó van nyomástartó rendszer, akkor is egy nagy, magas olajnyomás kéne, de először jön meg a nyomaték, aztán jön meg az olajnyomás, fizika. Na most, hogyha ezt 60-szor eljátszod egy nap a motorban, beláthatatlan következményei lesznek nyilván évekkel később. A másik kérdésedre válaszolva, hogy autópályán hogy álljunk meg, mondjuk félreállva egy benzinkútnál, mindenképpen azt javaslom, hogy ne azonnal állítsátok le a, a motort, főleg, hogyha a motorotok van, de egyiket se egyébként, hanem álljatok félre, legalább egy fél percig, percig hagyjátok még alapjáraton ketyegni a motort, aztán állítsátok le. Drága, olcsó, új, idős, az Eneos motorolaj mindegyikbe is Kérletes. Ugyanígy fontos ez indulásnál is, tehát amikor elindítjátok a motort, akkor ne azonnal egy jó nagy kövér gázzal, csikorgó gumikkal induljatok el, hanem egy legalább egy 20 másodpercig, 15-20 másodpercig hagyjátok járni a motort, egy kicsit ö, felépülni, hagyjátok az olajnyomást, illetve hogy rendesen átjárjon mindent az olaj, és aztán induljatok, ö, aztán induljatok el az autóval, higgyétek el, meg fogja hálálni ezt a motorotok. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, hogyha tetszett a videó és a tartalom, akkor osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ennek mindig örülünk, sziasztok!